Kint vagyunk a szabadban, itt fogunk tornagyakorlatokat végezni, hogy kihasználjuk ezt a fantasztikus tiszta levegőt, ezt a sajátos mikroklímát. Mind a két kezünket tegyük tarkóra, kilégzésre a könyököket közelítsük egymáshoz, gömbölyű a hátunk, szájon jön ki a levegő. 28 éve dolgozom az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben gyógytornászként, ezen belül 15 éve foglalkozom légzésrehabilitációval. Leggyakrabban COPD-s betegekkel foglalkozunk, hiszen az egy magas frekvenciával előforduló betegség hazánkban is, de ezen kívül interstíciális tüdőbetegség, tüdőgyulladás utáni állapot, gépi lélegeztetés utáni állapotok is megfordulnak az osztályunkon, vagy például most egy új diagnózist kaptunk a Covid-dal, tehát a post-covidos betegek, de mellkasi traumát elszenvedett pácienseink is voltak szép számmal, a rekeszizom rendellenességekkel is foglalkozunk itt, például rekeszizom bénulás. A gyakorlatokat csoportban végezzük, és három részre bontanám: a légző gyakorlatok, a nyújtó gyakorlatok, vagy stretching gyakorlatok, és az izomerősítő gyakorlatok. Fontos a légzés technika, és fontos, hogy a tüdő különböző területei bejuttassunk levegőt, tehát a különböző területeknek a ventilációját javítsuk ezáltal. És akkor ezáltal jobb lesz az oxigén felhasználás, de jobb lesz a mellkasnak a mobilitása és a rekeszizomnak a működése is. A nyújtó gyakorlatokkal a mellkas rugalmasságát tudjuk javítani, hiszen egy rugalmasabb mellkasban jobban érzi magát a rekeszizom is, és jobban érzi magát a tüdő is. És ezen kívül pedig a helyes testtartást tudjuk javítani, ami sajnos egy krónikus tüdőbetegségben, mint a COPD, meg tud változni, tehát nem megfelelő a betegek testtartása, hanem előre esik a válluk, és ezt tudjuk korrigálni. Az izomerősítő gyakorlatok pedig ezekre épülnek, és az izomerősítő gyakorlatokkal a testtartásban résztvevő izmoknak a kondícióját, vagy az erejét tudjuk növelni, hogy meg is tartsák azt a testet, amit mi itt a stretching gyakorlatokkal korrigáltunk. Tehát a helyes testtartáshoz hozzájáruló izmok erejét fokozzuk. A COPD betegeknek én azt javaslom, hogy a rehabilitációt úgy kezdjék, hogy egy erre kijelölt rehabilitációs osztályon, az ott folyó programba vegyenek részt, hiszen fontos, hogy konzultáljanak rehabilitációs szakorvossal és gyógytornásszal, hogy megállapítsák, hogy mennyire terhelhető, milyen a mellkas mobilitása, és egy egyénre szabott programot, amit aztán majd otthon is tud végezni, összeállítsanak neki. Tehát én ezt fontosnak gondolom COPD-ben, hogy kapjon egy képet a COPD-s beteg arról, hogy ő most hogyan áll, milyen az ő légzés funkciója, milyen a terhelhetősége is, és hogy ez hogyan változik a rehabilitáció hatására, utána már el tudjuk indítani otthonra.